Hello, szia, csodaszép napot, reggel, estét, bármikor is nézed ezt a videót. Nálam este van, de még nem éjszaka, csak kora este. Na hát köszönöm, hogy itt vagy, az egész kriptopiac fantasztikusan néz ki. A Bitcoin konszolidálódik a 38-39 ezer dolláros ellenállási zónában, Ethereum úgy szintén a 2700-2750-es zónában, és ezért az altcoinok nagyon-nagyon jól érzik magukat, csak úgy, mint ahogy tegnap előtt mondtuk, hogy ha ez be fog következni, akkor az altcoinoknál láthatunk egy frankó rallit, úgyhogy ez éppen történik. Kérlek, nyomd meg a kövér lájkot, és ezt úgy tudod megtenni, hogy megnyomod a lájkot, feliratkozod a csatornára, hogyha még nem tetted meg, és a harangocskán megnyomod az összeset. Ez fontos azért, mert segíted ezzel a YouTube algoritmusát, hogy megtalálják minket. Én Denkler Miklós vagyok, a CryptoMinds-tól. Minden nap elhozom neked a legfrissebb kriptohíreket, technikai elemzéseket, altcoin, NFT, DeFi újdonságokat, hogy ezzel is edukáljunk titeket az internet óta létező legesleginnovatívabb iparágról, a kriptovalutákról, ami egyébként nem csak egy technológiai csoda, hanem a pénz evolúciónak a következő szintje. Na, hát most azon ügykörök, hogy lehozzam ide a kis képet, és menjünk a kedvenc bubble chartunkra, de előtte el fogunk látogatni, és elmondjuk azt, hogy ami ezen a csatornán elhangzik, és a különböző csatornáinkon, amiket üzemeltetünk, nem tekinthető semmi pénzügyi tanácsadásnak vagy befektetői tanácsadásnak, itt minden edukálási célt szolgál és szórakoztatást, az, hogy te meg tud tenni a saját kutatásodat, gyűjtsél több információt, tanuljál, és a saját információd, saját stratégiáid, saját pénzügyi helyzeted alapján meghozza a legjobb döntést, és ezért a legjobb döntésért tud vállalni a felelősséget, mert mindig te vagy a felelős, és hogyha megtanulsz felelősséget vállalni a sorsodért, meg a történéseidért, akkor nagyon nagy sikerek várnak rád. Szóval, altcoinok, van Harmony, Atom, ENC, Waves, Tezos, Osmo, DOT, Ethereum Classic, Rune, Phantom, Avalanche, Rose, mind-mind nagyon jól néz ki. Igazából az összes altcoin zöldben van, Bitcoin plusz 1%-ban, 39 ezer dollárnál, míg Ethereum 4 plusz 4%-ban, közel 2800 dollárnál, ugye a szignifikáns ellenállási szint fölött van jelenleg kereskedve. Nézzük, mit mutat a kedvenc indikátorunk, a kriptofélelem és kapcsiság index, ami tudjuk, hogy egy indikátor ahhoz, hogy hogyan trédeljünk, mert soha nem a csordával megyünk együtt, hanem ugye külön válunk a csordától, és megvizsgáljuk, hogy mit mutat a piaci hangulat. Jelenleg 26, ami félelmet jelent, egyébként 25 az már extrém félelem, szóval alig vagyunk elválasztva egy picit az extrém félelemtől, és az előző napokban extrém félelemben volt a piac, miközben ugye egy-két hete fölmentünk a neutrális, a semleges zónába, de nagyon hamar visszajöttünk az extrém félelembe, és hogyha visszanézünk egy évvel, akkor látjuk, hogy május és július között az extrém félelemben volt az index, és többször megérintette az extrém alacsony 10-es szintet, majd ugye visszajött a kapzsiság, és látunk nagy rallit. El kell mondanom azt, hogy az extrém félelem általában ugye egy jel, hogy a befektetők nagyon-nagyon aggódnak, hajlamosak olcsón eladni az eszközöket, és hogyha olcsón adnak eszközöket, általában az egy jó bevásárlás. És ez a legfontosabb. Nem pénzügyi tanácsadás, nem fejmosás, viszont a nagy pénzeket a kriptóban akkor lehet megcsinálni, amikor medvepiac van, vagy amikor ugye medvepiac van, és vagy a befektetők nagyon-nagyon félnek, és nagyon olcsón hajlamosak megvárni az eszközeiktől. És persze, amikor jön a kapzsiság, mindenki a fél vesét el akarja adni, hogy még több bitcoint vegyen, akkor viszont érdemes profitot realizálni. Nézzük az első hírt, Bitcoin konszolidálódik, miután 40 ezer dollárt is megérintette, és ugye az elemzők egy heti magasabb zárást várnak, hogy ugye tudják ezt az egészet alátámasztani különböző elemzésekkel. Ugye itt a kriptofélelem és kapcsiság indexet mutatják, ezt már megbeszéltük, hogy nincs semmi új, amit a Red Capital mutat, ugye, hogy van egy felfele trend, és ugye itt a heti chart-on is azt látjuk, hogy magasabb aljakat épít, azaz higher lows, azaz magasabb aljakat épít a Bitcoin, ez mindenképpen egy fontos támasz szint, és ugye a Red Capital pár napja kiadott egy közleményt is, ahol egy ilyen felfele beszűkülő háromszöget lát, aminek körülbelül a nyakvonal 43 ezer dollárnál van, és hogyha az fölfelé törne, akkor értem szerint egy bullish mozgást
valószínűsítenének. Ugye a DXY, ugye ez a dollár erősségi index, dollár erősségi más kriptovalutákkal szemben, ez ugye nagyon fölfutott 22-e után, ugye itt a háborús invázió megindulását követően, majd ugye hirtelen visszazuhant, és azóta is esik. És ugye ekközben a Luna, kedves Terra Lunánk, amit nagyon szeretünk, csinált kb. Egy 40-50%-os felfele mozgást a 22-i mélypontok, 24-i mélypontok óta. Nézzük a következő hírt. A befektetők vissza fognak nézni idővel, és ugye azt fogják mondani, hogy a Bitcoinnak ez volt az a momentum, amikor el tudott indulni, és ezt a Bloomberg mondja. És ugye erre, az emberek erre a pozícióra emlékezni fognak, rengeteg lehetőség adódik most, és ugye szignifikáns, jelentős ugye korrekció történt a piacon, nem csak a kriptopiacon, hanem maga a tőke piacokon is. És ugye úgy látja a Bloomberg, ami ugye az egyik legnagyobb ilyen pénzügyi elemző platform, hogy ugye az alja az 30 ezer dollár körül lehet, miközben szépen előttünk van az ellenállás 40 ezer dollárnál, és ez egy frankó lehetőség a Bitcoinnak, és ugye ezzel kell megküzdenie. Ha megnézzük a chartot, akkor ez a sárga, ez a Dow Jones Industrial Average, azaz az amerikai tőzsdei index, miközben ugye alul látjuk a Bitcoinnak a 57-es mozgó átlagát, ami szépen elég jó, alacsony szinteket ért el, és ugye az alja az 34 ezer dollár körül volt, és onnan pampolódott vissza. Nézzük a következő hírt. Coinbase a ingyenes készpénzre való átváltást ajánl a mexikói usereknek. Ugye ez nagyon nagy lelkű cselekedet. Azt ajánlja a Coinbase, hogy a mexikói userek, akik kriptot használnak, ingyen átválthatnak, jelen esetben ugye pezóvá tehetik a pénzüket, és ebbe a kampányba bekapcsoltak 37 ezer üzletet. Ez a 37 ezer üzlet itt van, és azon lesz, ugye a Coinbase-en keresztül átváltsa a fizetéseket pezóvá, és az emberek tudják költeni a kriptojukat. Ez mind ugye oda mutat, hogy a crypto adoption nagyon-nagyon növekszik, és nem csak ott van crypto adoption, hogyha megnézzük, ugye volt crypto adoption, hogy a kanadai kamion sofőrök, akik sztrájkoltak, hogy nem akarnak Covid oltást, és annélkül akarnak dolgozni, nekiálltak pénzt gyűjteni, minden lehetőséget elvettek tőlük, nekiálltak bitcoinban gyűjteni, azt is próbálták elvenni tőlük, aztán mégis a bitcoinnal tranzaktálva tud fennmaradni ez az egész mozgalom, és egész Kanadában a demokrácia ezáltal megingott, és mindenki egy ingyen reklámot kapott, hogy bitcoin, ami ugye egy olyan pénz, amire nincs ráhatása, nem tudja bezárolni az akkori éppen jelenlévő hatalom. Ez történik egyébként Ukrajnába, ahol ugye a tegnapi hírekben elmondtuk, hogy például a Sberbank 20 dollárban limitálta a napi kivehető pénzmennyiségét, és hogy az emberek zöme megy át kriptóba, bitcoinba, arra megvan a lehetőség, hogy lehet, hogy csak 20 dollárt tud kivenni a Sberbanktól, viszont hogyha van 20 ezer dollárja a bankszámláján, és ugye feltölti a kripto tőzsdére, akkor ott azt a 20 ezer dollárnyi hrivnyát, ugye, ami az ukrán fizetőeszköz, át tudja váltani bitcoinra, egyéb kriptóra, altcoinokra, vagy stablecoinokra is tudják használni. És ugye az is megindult a pletykában, hogy az orosz oligarchiák a szankciók miatt bitcoinba fognak menekülni. Szóval igazából teljesen mindegy, hogy nézzük. Ha azt nézem, a háború mindkét résztvevője a bitcoint használja. És miért? Azért, mert ez egy független dolog. Egy független monetáris dolog, ami működik, senki nem manipulálja, senki nem tudja ezt meg azt csinálni vele, és a háború mind a két szereplőjének, mind aki elszenvedi, mind aki ugye az embargókot tart, mindenkinek jót tesz, és emellett még a kanadai kamion sofőröknek is. Na hát érdekes, hogy a Cardano kihirdett egy egy ilyen hacker bounty-t, ami ugye, hogyha találnak valamit a White Hat, ugye a fehér kalapos hackerek, akik ugye jótékony hackerek, kapnak nagy-nagy jutalmat. Ez megmondom nektek, nekem egy kicsit furcsa, hogy a Cardano már itt van 2017 óta, most azt várnánk, hogy induljanak el a tőzsdék, induljanak az NFT-k, induljanak a DeFi, minden induljon a Cardanon, és kvázi most írnak ki egy ilyen programot, hogy jönnek a hackerek, és nézzék meg, hogy hol lehet megtörni a dolgokat. Szóval nekem ez ilyen kicsit furcsának tűnik, szóval ezért így a Cardanóval kapcsolatban én
óvatos vagyok, persze te azt csinálsz, amit szeretnél. Következő írunk, arról szól, hogy a LuxRare, ugye ami egy NFT platform, a nagy sikerre felbozulva, éppen kikesed egy picit, és maga a likviditásból kivesznek 30 millió dollárt, amit ugye felháborodott a közösség egy része, és azt mondják, hogy hú, kivettek 30 millió dollárt, most ők elrohannak a pénzzel, még ugye mások azt gondolják, hogy oké, okay, ez a projekt elért valahova, kivesznek 30 millió dollárt, legalább azzal finanszírozni tudják magukat. Azt gondolom, hogy valahol az igazság félúton van, de ezt rád bízom, hogy döntsd el, hogy hol is az igazság. Ha már itt vagy, akkor feltétlenül gyere a leírásban lévő linken, a korion.io-ra iratkozz fel, mert akkor a gratis webinárra is jöhetsz, megkapod az értesítést. Feltétlenül gyere és kövess a kukacmiklos.denkler, kukackorion.platform és a kukaclaserpunkgats, ugye ezek a mi csatornáink, és itt megnézed, hogy nagyon frankó dolgokat osztunk meg, például az aranymániás Peter Schiffer van itt egy interjú, az, hogy Ukrajna mennyi bitcoin tart, és egyéb érdekességek, az első bitcoinnal fűtött bánya, ahol ugye az egész várost bitcoin bányászatból származó energia fűti, és ugye amikor Milton Friedman 1999-ben, ugye több mint 22-23 évvel ezelőtt kvázi megjósolt, hogy jön egy olyan pénz, ami a bitcoin, ezeket mind meg tudod itt nézni, és azt is, hogy miért fontos, hogy a kriptoeszközeinket kivegyünk a tőzsdékről, egyébként a tőzsdéken folyamatosan csökken a bitcoin egyenleg. A Matthew Highland szerint ugye a szemünk a bitcoin heti záráson van, az nagyon frankó lenne, egy zöld gyártát hozunk össze, erre egy minden esélyünk jelenleg megvan, illetve itt megosztottam egy csátot, hogy a végtelen pénz, ami értéktelenedik, illetve a pénz, amiből csak 21 millió darab van, melyiket választod, vedd be a pirulát. Döntsd el, hogy melyik az jó. Az, hogy valami végtelenül duplázódik a zsebedben, és értéktelenedik, vagy csak 21 millió darab van. Ez egy nagyon frankó török szám, hogy Törökországban volt a Lightning Hack Days Isztambulban, nézd meg ezt a zenét, nagyon-nagyon tetszik, nagyon frankó, és éppen a Luna is ugye 50%-a ment fölfele, és ugye itt van, sokan nem tudják, ez az úriember, ugye ez a Hide the Pain Herald, azaz rejtsük el a fájdalmat a mosolyunkkal Herald, szóval ez a mosoly, ez arról szól, hogy rejtsük el a fájdalmunkat, és a kriptomnesz főleg azért használják az emberek, mint mím, mint egy ilyen mím kép, hogy ugye rejtsük el a fájdalmunkat, hogy ugye esett az ár, és akkor mosolyogjunk. Ez az úriember egy magyar úriember, egy fizikus, és múltkor szerencsém volt találkozni az menedzsereivel, és egy NFT droppon dolgoznak. Következő posztban azt látod, hogy Artom Fedosov itt posztolja, hogy igazából letiltották az összes hitelkártyáját Ukrajnában, minden egyebet, szóval valójában nem tudja hagyományos pénzügyi dolgait használni, sem a bankkártyáját, sem a bankszámláját, szóval igazából megcseszheti az, ami neki van a tradicionális hagyományos pénzrendszerben, bankszámlán, bankkártyán, hitelkártyán, nem tudja használni, nem tud vele pénzt csinálni, nem tud elmenekülni, nem tudja megtankolni az autóját, semmit nem tud vele csinálni, miközben ugye ami Bitcoin, Ethereum és NFT-ben van, az fogja őt megmenteni, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos tweet, és ugye maga a Bitcoin pont itt jön képbe. Nem csak a kanadai kamionsofőrök, nem csak az orosz oligarchiák, hanem az Ukrajnában, akik éppen nem férnek pénzhez, mindenkinek a Bitcoin segítség. Úgyhogy ezt ilyen szempontból nézd, kérlek. Oké, megnézzük a Twittert, feltétlenül látogass el a Telegram csatornánkra, amit egyébként itt találsz, CryptoMinds, feltétlenül gyere, frankó posztokat is találhatsz, különböző elemzéseket tagjaintól, úgyhogy érdemes nézni, egy beszükülő, egyenes, száró háromszögben vagyunk, általában ez fölfele tört ki, főleg, hogyha előtt felfele trend volt, órás csárton, úgyhogy itt egy fölfele kitörést várhatunk, hogyha minden úgy működik, ahogy kell. Feltétlenül gyere a Telegram csatornánkba, és nézzünk rá, hogy mit csinál egyébként a Bitcoin. Ára látjuk, hogy a Bitcoin konszolidálódik, egész jól tartja magát, ugye benn van ebben a zónában, ahol nézzünk egy picit egy másik csáton, benne van abban a zónában, ahogy ugye a támasz és az ellenállás zajlik a 37-39 ezer zónában, support and resistance, ugye ez ellenállás volt, jelenleg ebben vagyunk, innen próbál kitörni, és látjátok, ez a gyertya,
Ez nagyon egy érdekes gyertya, ez a mai nap gyertyája. Fönn voltunk 40.300 dolláron, lenn voltunk 38.500 dolláron, és most alig van egy kis gyertyatest, mert pont ott akar zárni, ahol nyitott. Ez egy nagyon-nagyon vékony tű. Frankó lenne, hogyha lenne egy kis gyertyatestünk, és mondjuk 39.300 fölött zárnánk. Ha kívül zárnánk itt, akkor az mindenképpen pozitív jel lenne, de viszont hétvége van, ezért ugye komoly kitörést nem várhatunk, amíg kívül zárunk, akkor sem. Közben ugye a bitcoin shortok elkezdtek csökkenni, ez jó hír, bitcoin longok növekednek, illetve a bitcoin dominancia éppen oldalazik. Nézzük, mit csinál az Ethereum. Ethereum azt gondolom, hogy egész jól tartja magát. 2800-ra fölment az Ethereum, áttört a 2750-es szintet, ha fölötte zárunk, az mindenképpen egy bullish momentumot jelent az Ethereum számára, és az Ethereumban ugye rengeteg frankó dolog fog jönni, úgyhogy azt gondolom, ezen a szinten rendkívül alulértékelt volt, a 2750 szint felett viszont nagyon-nagyon jó mozgást várhatunk az Ethereumtól. Ennyi volt így a rövid bejelentkezés mára, örülök, hogy itt voltál, nyomd meg a lájkot, sok-sok szeretettel, iratkozz fel a csatornára, még nem tetted meg, holnap találkozunk, szia!